Tisztelt egybegyűltek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mondanám, de sajnos manapság ez a megszólítás már új értelmet nyert. Ebben az országban a miniszterelnök úr a saját szavazóit köszönti így, hiszen a kormányzat számára csak az a barát, aki velük ért egyet. Én inkább a sorstársak szót használnám, hiszen ahogy az előzetes egyeztetéseken kiderült, mi nem értünk mindenben egyet, sőt, én például, aki a DEF-ből csatlakozott ebbe az összefogásba, eleinte még kicsit más véleményen voltam, mint akik más körökből érkeztek. Azóta viszont rájöttem arra, hogy pont ez lesz minket igazi harcosokká, hogy ilyen velünk, vitatkozunk, és néha pedig hallgatom, hogy a saját magunkon is feladni kicsit. Erről fog szólni ez a mai nap is, és ez az, ami szerintem a legnagyobb kihívás lesz mindenki számára, és ez az, amiben ez a kormány már régeségen csődöt mondott. Ők nem tudják azt, amire itt a 17-18 éves suhancok rájöttek, hogy az igazi erő az összefogásban, és nem a saját igazunk ismételgetésében rejlik. Szegedről érkeztem ide a társaimmal, arról a Szegedről, ahol arról ez az egész tüntetés sorozatúban elkezdődött, három tanára és egy mendiákkal foglaltuk el a megyei kormány hivatal főnökszintjét. Ezután persze számos más tiltakozás kezdődött Szegeden is. A legnagyobb megmozduláson nálunk 2000-en vettek részt, melyen az egyetem rektora és több karvezető is részt vett. Azóta számos más tiltakozó akció is indult, nálunk például a Miért Hallgatók széngyűjtés szervezet, hogy ezzel is az ellehetetlenített felsőoktatásra hívják fel a figyelmet a szénszünetben. A DEFI szervezett egy Csöndhangja című tüntetést, ahol számos középiskola diákjai álltak ki 10 percig néma csöndben a hidegben iskolájuk elé. Most jött el annak az ideje, hogy mi középiskolások egységesen emeljük fel hangunkat a változások ellen, és hogy békésen, demokratikusan, de mégiscsak határozottan mondjuk ki, hogy elég volt. Nem akarunk egyen falván, egyen ruhában masírozva, egyen iskolába járni, ahol egyen tanárok várnak egyen könyvekkel, amely bennünk csak egyen gondolatokat szülnek. Egy jó barátommal írtunk egy verset a középsős diák ellenállókhoz, ebből idéznék most egy kicsit. Társadként mondom bajtás, ez a baj kortárs, és az egyetlen, ki ellene tehet, hogy a prediktatúra, és nem a nép vezet, a fiatal egység. Ez a kormány betegség. És ha ezzel ellen tenni próbálunk, akkor megkapjuk, hogy mi hozzá nem értő, felhelgelt csőcselék vagyunk, akiknek iskolába kellene lenniük ahelyett, hogy a nagyobb dolgával foglalkoznának. De kérdem én, hogyha úgy éreznénk, hogy van értelme a jövőnkért tanulva, most otthon a tankönyvek fölött görjedni, akkor miért érkezett most ide az ország minden pontjáról ennyi diák szombat délután, tanítási időn kívül? Vannak a jók, és vagyunk mi, a nem barátok, a rosszak. De még így is, de hát hogyha így is van, hát akad számotokra egy jó hírem, nem minden mese végződik úgy, hogy a jó nyer. Hajrá mindenki, és köszönöm, hogy meghallgattatok.